Sziasztok! Bár már a Mikulás elmúlt, ettől függetlenül szeretnék megemlíteni egy régi klasszikust, amely papírdobozban volt kapható. A 80-as és a 90-es években néhány csoki Mikulás mellett népszerűek voltak a csoki csizmák és a műanyag kellékek is, mint például a képen látható télapó fehér szánnal. Ugyanezek megjelenésekor a boltokban lehetett olyan csoki Mikulást is kapni, amelyeket díszdobozban árusítottak. Valamennyi doboz elején volt egy kivágott rész, ahonnan a csoki Mikulás kikukucskált. Ennek változataiból több is létezett, én csupán háromféle díszdobozra emlékszem. Az egyik ilyen darab egy esti jelenetet mutató doboz volt télapó felirattal. A grafikáján a télapó osztogatja az ajándékait a gyerekeknek. A másik dobozról sajnos csak egy régi, 1986-ban készült fényképen van, azon is csak részleteiben látható a doboz, amelynek elején szintén egy télapó állt, a háttér itt is egy téli táj volt, kék égbolttal és hóeséssel. A harmadik díszdobozról van a legtöbb emlékem, s mivel ez szétszedett állapotban nekem is megvan, így meg tudom mutatni a videóban. Ezen a dobozon körben egy gyönyörű ünnepi grafika látható, s az ovális ablakán egy tejcsokoládés Mikulás kukucskált ki. A doboz nagysága 30 cm volt, így hát egy termetes csoki figura bőven elfért benne. Mellékesen megjegyzem, az akkori csoki Mikulások között is voltak finomabbak és kevésbé ízletesek. Nekem személy szerint nagy kedvencem volt az a kisméretű figura, amely a legkisebb Ugrifüles című bábfilm sorozat egyik epizódjában is felbukkan. Ó, na hát, gyertek, így szépen elkeveredünk. Hogyan keveredünk el? Álcázzuk magunkat Mikulásnak. Mikulás, már robogunk! Emlékszik bárki is ezekre a díszdobozos télapókra? Ha igen, írjátok meg az emlékeiteket komment formájában. Kellemes nosztalgiázást és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Sziasztok!